történt meglepetés a Stilországos Fakitermelő Bajnokság dél-dunántúli fordulóján Somogyszobon, ahol 6 plusz 3 csapat ragadott motorfűrészt és fejszét. A Móc és társa magánerdészet által szervezett régiós versenyt ugyanis a Ritlinger Robert, Juhász István, Bakó András, Bakó László összeállítású Ritrovi Kft. Mecsekerdő Zrt. Nyerte meg június 22-én. Hát amióta megrendezik, mindegyiken ott voltunk, és egy alkalommal voltunk másodikak. Hát a többiek adják magukat. Tehát azt hozzuk, amit úgy tudunk. Nyilván kell szerencse is ahhoz, hogy mennyire, milyen magas szintű teljesítmény jön ki. A fa azért változó, de egy versenyen általában a fa hasonló, minimális eltérések vannak, és itt ezt a különbségeket úgy általában hozzuk a tudásunkkal, és ebből jön ki az elsőség. A somogyszobi megméretetésen 3 csapat indult versenyen kívül, nem hivatalosan az Agrogold harmadikként végzett, míg a Gemen Zrt. Megnyerte volna a régiós fordulót, ha élesben küzdöttek volna. Igen, hát most a Gemenz csapat az akarnak, tehát nyilván nem is tudom, hogy országosan még szerintem elsők sose voltak, tehát ők szeretnék ezt megnyerni. Jó barátok vagyunk, tehát én nem bánom, hogyha ők hoznák az első helyet. De nem hagyjuk magunkat, azt azért mondom. Nem vagyok elégedetlen. Hát most a srácoknak, a Gemencnek, most mondtam nekik, érjék be ezzel, ami van, mert ettől kezdve búcsúzniuk kellett a pozíciótól. 3 éve jelent meg a mezőnyben a Lumberjack SIS Kft. Silvanus 2001 Kft. Csapat, akik szépen lépkednek előre. Ezúttal például a második helyet szerezhették meg, bár a csapatuk nem volt összeszokott. Gyécsek Norbert ugyanis egészségügyi problémák miatt nem tudta segíteni a csapatát, és végül Csiha Patrik, az Agrogold favágója segítette ki Horváth Attilát, Merőtei Tivadart és Bódi Miklóst. Lehetőségünkhöz mérten készültünk a versenyre, lehetett volna többet is, én úgy gondolom ebből kihozni, viszont nehezített minket egy csapattársunknak a betegsége, amit úgy tudtuk megoldani, az Agrogold császár nagyon sportszerűen, és ezúton köszönjük szépen, kisegített minket egy hasító emberrel, úgyhogy így sikerült elérni a második helyet. Nagyon örülünk, a csapat is örült. Ezzel a formációval 3 éve versenyzünk, ugye, és mindig leragadtunk úgy, hogy éppen lecsúsztunk egy-egy helyezésről, illetve a bajnokok bajnokáról és a tavalyében sikerült egyetlen helyezéssel éppen lecsúsztunk. Mindig mi voltunk az a csapat, aki picit lecsúsztunk, de úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt ennyi fejlődés elérni számunkra megfelelő, aztán a lehetőségünkhez mérten későbbiekben majd próbálunk még jobb eredményeket elérni. Innen a következő verseny az az Országos Fakitermelő Bajnokság, ugye Bábolnán, szeptember 7-én, és addig pedig ismét lehetőségünkhöz mérten készülünk föl, vagy próbálunk felkészülni, amennyire csak tudunk. Ezúttal harmadik helyen az Alaerdő Zrt. Bánok-Szentgyörgyi erdészete zárt. A Tersztenyák Árpád, Tersztenyák Balázs, Horváth Rihárd, Tersztenyák Tamás 4-es, szintén egy erős gárda, a dél-dunántúli fordulók stabil csapata, akik rendre jól szerepelnek. Így volt ez Somogyszobon is. A döntésen azon elment, meg szerintem a koronvágáson is ezen a kettőn elment. Nem lehetett javítani, egy körös verseny volt, csak jobb lett volna két körös. Mind a két feladatot jobban szoktuk teljesíteni. Megyünk az országosra, Bábolnára, és megpróbálunk javítani a pontszámunkon. Ahogy az lenni szokott, a Dél-Dunántúlról is 5 csapat kapott meghívást a szeptember 7-i országos megmérettetésre. A dobogósok mellett a legjobb, 16 másodperces szerelést összehozó Barcsi tűzoltókkal és a Vibeba Hungária Kft. Gárdájával biztosan találkozhatunk Komárom-Esztergom vármegyében. A Stilországos Fakitermelő Bajnokság viszont most egy kisebb nyári szünetre vonul, majd augusztus 31-én az utolsó kiadóhelyek is elkelnek az országos döntőre, hiszen Bükzsércen rendezik a 6. regionális fordulót. Császár, Ásotthalom, Gödöllő, Keszeg és Somogyszob után tehát még az észak-magyarországi fordulóhoz felejthetetlen izgalmakat, hogy szeptember 7-én egy nagyszerű összecsapást láthassunk a bábolnai gazdanapokon.